Idén is megrendezte focitáborát a török Szent Miklósi FC, a résztvevők számát tekintve rekord volt az idei tábor, melynek központja ezúttal is a török Szent Miklósi sporttelep volt. Nagyon szerencsések voltunk az idei focitáborban is, az időjárás is kedvezett nekünk. Hétfőn tudtunk tartani két edzést, 85 gyerekünk volt, ez rekordszám az utóbbi éveket tekintve. Akkor nem is terveztünk strandolást, a második nap kedden délelőtt szintén tudtunk edzést tartani, utána pedig a strandfürdőből mentünk át egy kicsit strandolni, homokfocizni. A harmadik nap szerdán tiszta kécske volt egész nap. Délelőtt ott van két pálya a strand területén, ott tartottunk homokfoci bajnokságot, utána egész nap a strand volt. Csütörtökön szintén délelőtt edzés, az volt az utolsó olyan úgymond meleg nap, akkor még kimentünk délután a strandra szintén, ahol mind a kétszer tartottunk úszásoktatást a kicsiknek. Pénteki napon elég sűrű volt a program, hiszen volt itt egy licenc tanfolyamnak, edzőképzésnek vizsga, ahol mi adtuk a gyerekeket, akik mutatták a gyakorlatokat a B pályán. Az A pályán Lázár Miklós vezetésével sorversenyeket tartottunk, délután pedig újra az edzés volt a fő szempont, illetve a feladat. A mai napon délelőtt szintén edzések voltak, valamint most délután van egy családi nap, amikor különböző csapatokat alakítottunk ki, szülők, anyukák, apukák, edzők csapata, korosztályos csapatok, játszik mindenki mindenkivel. Igen, nagy népszerűségnek örvend az egész, nagyon jól érzi magát mindenki, ezután lesz majd még sütés-főzés, kiegészítő programok elég sok volt, két edzés között voltak szellemi vetélkedők, illetve a VB sátorba, amikor lehetett, akkor néztük a VB meccseket. Hogy látod, mennyire élvezték a gyerekek ezt a 6-7 napot? Szerintem nagyon jó programok voltak nekik. Általában, hogyha nagyon nagy melegek vannak, korábbi években volt ilyen, akkor vannak lemorzsolódások, mert elfárad a kisgyerek, meg is ég valamilyen szinten, hogyha sokat strandolunk, de az idei évben ez nagyon szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mert szinte alig volt olyan, hogy valami sérülés vagy egyéb probléma miatt lettek volna hiányzók, úgyhogy itt van most is mindenki. Vannak persze egyéb családi elfoglaltságok, akik már most az utolsó napon nem tudtak eljönni, de gyakorlatilag végig teljes létszámot tudtuk megtartani a focitáborunkat. Mi vár még a nyáron a TFC gyerekekre, lesz-e még esetleg valami szervezett program? Hát most a tábor után kapnak egy kis pihenőt, és akkor majd fogunk készülni a 2018 őszén kezdődő bajnokságokra augusztus elején, úgyhogy hát a július az azzal fog eltelni, hogy mindenki a családjával fog üdülni természetesen.